Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Döntés előtt a szülők január 31-ig nyújthatják be az óvodában maradási kérvényeiket. Vasútmodell kiállítás, elrajtoltak a szerelvények a Liszt Konferencia és Kulturális Központban. Extrém Burgenland, több mint 6000 ember indult el az Extrém Burgenland teljesítménytúrán. Egy hetük maradt a szülőknek, hogy beadják kérvényeiket az oktatási hivatalhoz, ha azt szeretnék, hogy a gyermekük még egy évet tölthessen az óvodában. Az új beiskolázási szabályok szerint csak azok a gyermekek maradhatnak 6 éves koruk után az óvodai közösségben, akiknek szülei erre engedélyt kapnak a hivataltól. Az iskolák már elkezdték a nyílt napok szervezését, hogy azok a szülők, akik az iskola mellett döntenek, mielőbb pontosabban tájékozódhassanak. Az iskolák egyre szélesebb palettán kínálják a nyílt napokat, illetve az iskola előkészítő foglalkozásokat, és egyre több ilyen is van évről évre nyilván, mert hogy egyre népszerűbbek ezek. A nyílt napok két okból nagyon fontosak. Egyrészt meg tudjuk, bele tudunk látni az iskola életébe, módszertanaiba, pedagógiájába. Másrészt meg tudjuk ismerni a tanítókat, hiszen talán ez még fontosabb az előzőnél. Az első osztályosok iskolai beiratására várhatóan április közepén kerül majd sor. Nehéz megmondani a pontos időpontot, egyeztetések folynak még az időpontról, de időben minden szülő meg fogja tudni, minden óvodában ki lesz függesztve az, hogy mikor lesznek a beiratkozások. Mindemellett természetesen, hogy az előző évben lehetőség lesz a szülőknek webes felületen, a Kréta rendszeren keresztül jelentkezni, ez nagyban megkönnyíti a beiratkozást a szülőknek, hiszen már minden dokumentum az iskolában van akkor, amikor ők bemennek. Mindemellett természetesen a tankerületi zédén is megadja azt a segítséget, hogy összeállítja azokat a azt a dokumentum csomagot, amit egyébként otthon ki lehet tölteni, át lehet olvasni, és a beiratkozáskor már úgy lehet vinni, hogy csak le kell adni. Ez megint csak nagyon meggyorsítja a beiratkozást, illetve idő is van arra, hogy végig gondoljunk mindent. Még pár napjuk van a szülőknek eldönteni, hogy menjen-e a gyermek iskolába, vagy maradjon. Az új beiskolázási szabályok kimondják, csak azok a gyermekek maradhatnak 6 éves koruk után az óvodában, akiknek szülei erre engedélyt kapnak az oktatási hivataltól. A szülők január 31-ig nyújthatják be kérvényeiket. Elrajtoltak a 12. vasútmodell kiállítás szerelvényei pénteken a Soproni Liszt Ferenc Kulturális Központban. A nemzetközi rendezvényen két ország három kiállítója hatalmas terepasztalokon mutatja meg, hogy milyen elképesztő lehetőségek rejlenek a modellezésben. Kérjük a vágár mellett vigyázzanak, és el is indult természetesen egy eseves szerelvény indul el. Dr. Farkas Ciprián indított el a soproniak és a debreceniek által épített terepasztal egyik szerelvényét az ünnepélyes megnyitó keretében. Sopron polgármestere kiemelte, a részletgazdag és kreatív maketteknek köszönhetően az ide látogató gyermekek biztosan kapnak motivációt arra, hogy ne csak a digitális eszközökkel játszanak, hanem a kreativitásuknak teret engedve barkácsoljanak is. Nekem az jutott eszembe a kiállítással kapcsolatosan, hogy itt rendben családapák játszanak, és az jó, mert hogyha valaki felnőtté válik és elveszik belőle, akkor viszont nem jó. Tehát látom azt, hogy felnőtt emberek elképesztő odaadással, elképesztően szépen töltik fel a szabadidejüket úgy, hogy nem csak a saját magukra, mások örömére is szól, mert mindaz, ami a két kezük közül kikerül. És ezért nagyon köszönettel tartozunk nekik. A háromnapos programon az előző évekhez hasonlóan több kiállító is részt vesz. Érkeztek modellezők Horvátországból és Debrecenből, de természetesen a házigazda soproni csapat is rengeteget tett hozzá az attrakcióhoz. Utóbbi kettő város klubja közösen megjeleníti Magyarország történelmének egyik fontos fejezetét a terepasztalokon. Annak idején 1989-ben, ugye elmondtam, ugye Debrecenből indult ki valamikor valami, kapcsolódóan Sopronhoz, ahol véget ért, akkor jelképesen most ténylegesen összekapcsolódtunk, ugyanis a debreceni vasútmodell klub jött most el hozzánk, és itt tőlem balra látható egy állomásuk, amivel össze is kapcsoltuk a mi asztalunkat. A jelenlegi az asztalunk az körülbelül olyan 40-45 méter hosszú modulrendszerű asztal. Az idén 25 esztendős Hajdú Express vasútmodellező klub örömmel tett eleget a soproni csapat meghívásának. A páneurópai piknik jubilama ugyanis számukra is nagy jelentőséggel bír. Azonban a hozott elemeikkel nem csupán az 1989-es eseményekre koncentráltak, hanem számos más kincsüket is elhozták, így a terepasztalon különböző jelenetek változatos kavalkádja is életre kell. Az egyik rész a soproniak részéről ez a határátörés és az ezzel kapcsolatos jelenetek.
Mi a saját részünkről hoztunk egy kis állomást, amin olyan dolgok jelennek meg, amik a mai napi életből minden nap láthatóak, az állomásokon sétál, illetve várja a vonatokat. Aztán megjelenítettünk egy olyan részletet, ami szintén a mai napokból és régmúltról is tekinthető, egy tanyajelenet, ahol a gazdaság és a mindennapi vidéki életnek a mindennapjai vannak megjelenítve. Ott mozgófigurákkal is felszereltük az asztalt, amit a közönség nagyon szívesen szokott megnézni, és örömmel veszik, hogy nem csak statikus, hanem mozgó tárgyak is vannak a terepasztalon. A Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete a város és térségének jövőjét is szeretné megmutatni az ide látogatóknak. Legújabb modelljükön az épülő M85-ös is látható. Ez a kis asztalon próbáltuk azt élethűen lemodellezni, hogy hogyan is készül ez a dolog. Ugye láthatjuk ott, hogy már egy része elkészült az útnak, a másik részén meg még építik azt a részét, ugye, hogy az aszfaltfektető, az úthenger, de még ugye mellette közben rendezik a telepet is. És a különböző munkagépek, amik látszik, hogy világítanak, forognak, mozognak, hát ugye, hogy az a valóságban is történik. A kiállítás egész hétvégén várja a családokat 9-től délután 6 óráig. Akik pedig kedvet kapnak a makettezéshez, rutinos építőktől és árusaiktól is kérhetnek segítséget az első elemek megépítéséhez. A víziszárnyasokat a leghidegebb hónapokban teljesen felesleges etetnie a lakosságnak, hangsúlyozzák a szakemberek. Egyrésztről ezek a szárnyasok télen is találnak maguknak eleséget, és az is előfordulhat, hogy a laikusok olyan táplálékot adnak számukra, amelyek kifejezetten rossz hatást gyakorolnak a madarakra. Ilyen például a kenyér is. Hiába magas a tápértéke, a víziszárnyasok emésztőrendszerében mérgezést is okozhat. Télen gyakran esik szó a vadon élő madarakról, például azért, mert rengeteg szárnyas érkezik északról, a Kisalföldre is. A madáretetés szintén gyakori téma az ord időszakban. A szakemberek tapasztalatai szerint sokan tévesen a víziszárnyasoknak is szorgosan jutatnak táplálékot, pedig ez több kellemetlenséghez is vezethet. A vízimadarak etetése általában azért is problémás, mert nem is engednek közel magukhoz a talán ismerős a Balaton és Strandról a tőkésréc, illetve a hattyú, hát ezek azok, amik elfogadják az eleséget, mert ezeknek az embertűrő képességük viszonylag nagy. Azonban bármilyen barátságosnak is tűnhet egy szárnyas, akkor sem érdemes eleséget juttatni neki. A legtöbben ugyanis nem tudják, hogy ezen madarak számára mi az ideális táplálék. Ezért olyan élelmiszereket is adhatnak nekik, amelyek kifejezetten károsak is lehetnek a víziszárnyasok számára. Ilyen például a kenyér is. Ez nem egészséges táplálék számukra, bár valóban azért főleg a kenyérféléknek nagy a tápértéke, ezek az emésztőrendszerben könnyen okozhatnak mérgezést az elinduló erjedéses folyamatok miatt. A vadon élő víziszárnyasok télen is találnak maguknak táplálékot a természetben is, ha pedig a helyzetük rosszra fordul ilyen tekintetben, egyszerűen csak tovább mennek olyan helyre, ahol kedvezőbbek a körülmények. A 2020-as évtől életbe lépő foglalkoztatásokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokról tájékoztatták a szakértők az érdeklődő vállalkozásokat a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában. A csütörtöki konferencián kiemelték, minden évben van valamilyen újdonság ezen a területen, azonban 2020 ennél többet sejtett. A rendezvénynek köszönhetően az érintettek felkészülhetnek a komoly változásokra. A legfontosabb változás, bár ez talán közismert, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum január 1-től emelkedik. Ez viszont magával hoz számos olyan társadalombiztosítási, szociális és egyéb ellátás összegének a változását, ami a minimálbérhez kötött. De ezen kívül ma fogunk beszélni azokról az áthelyezett munkanapokról, amiből a munkavállalók ki tudják számítani, hogy hány és milyen hosszú hétvégéket tervezhetnek maguknak. Ezen kívül fogunk beszélni néhány olyan társadalombiztosítási változásról, ami mindenkit érint, a nyugdíjasok foglalkoztatásának új formájáról és kedvező lehetőségéről, és szó tehetünk még az a vállalkozók, egy vállalkozói kör járulékainak, adójának változásairól is. A Széchenyi István Városi Könyvtár gyermekkönyvtára Könyvcserebere néven tartott közösségi könyvcserét pénteken. A program célja, hogy a megunt, kinőtt könyvek új gazdára találjanak, ne a polcokon porosodjanak.
hogy ja, ez a katáé. Akkor ez kié? Az az enyém. A megunt, kinőtt, elolvasott vagy el nem olvasott könyveket várták a gyerekkönyvtárban a könyvtár munkatársai. A könyvcsere célja, hogy mindenki hozzájuthasson olyan olvasmányhoz, mely számára érdekes. Egy-két évvel ezelőtt indítottuk el olvasói érdeklődés hatására. A lényege az, hogy odahaza körülnéznek a gyerekek a könyves polcon, kiválasztják azokat a könyveket, amelyek valami miatt már nem érdekesek számunkra, elhozzák hozzánk. Mi megnézzük és megmondjuk, hogy hány darab könyvet lehet választani a kirakott könyvekből, és akkor elindul a böngészés, összeszedik a könyveket, és végül nagy nehezen, de azért kiválasztják az adott mennyiségű könyvet, ami természetesen az övüké lesz, hiszen hazavihetik. Ezzel a programmal a kevésbé tehetősek is bővíthetik olvasmányaikat. A program a gyerekek esetében különösen jótékony hatással bír, hiszen közösségi élménnyé teszi az olvasást, és megtanítja őket a csere hasznosságára. Az érdeklődés az folyamatos, és egyre növekszik, tehát mindig érdeklődnek, hogy mikor lesz a következő könyvcserebere, és mondják az olvasók, hogy gyakrabban is szervezhetnénk. Az idegen nyelvű könyveket is szívesen fogadja a könyvtár, főleg a német nyelvűek népszerűek, továbbá kérik a családokat, hogy csak olyan könyveket vigyenek a csereberére, amik jó állapotban vannak és tartalmilag is aktuálisak. A magyar bor rendkívüli adottsága, hogy sokszínű. Hazánk borászata ugyanis a szőlőfajtákat, a termőterületeket és a borászati eljárásokat tekintve világviszonylatban is rendkívül gazdag. Éppen ezért a Magyar Turisztikai Ügynökség egy honlapot hozott létre a magyar bor népszerűsítésére. Feladata a szakma és a nagy közönség számára a magyar bor és a borvidékeink értékeinek, egyedi üzeneteinek tolmácsolása, ezzel párhuzamosan az ország termelőinek és borturisztikai célpontjainak láthatóvá tétele közös platform biztosításával. A honlapon soproni borászatok is helyet kaptak, jelenleg még csak 4-en, de folyamatosan bővül a paletta. Újabb megtévesztő hirdetésre hívja fel a figyelmet a Magyar Posta. A legnépszerűbb közösségi médiás felületen a cég nevében próbálnak meg személyes adatokat megszerezni nyereményjáték fejében. A posta kiemelte, hogy mindig győződjünk meg arról, hogy valóban a Magyar Posta hivatalos oldala közölte a bejegyzést, valamint a megfelelő szövegezésre, a képi megjelenésre és a helyes linkre. Azt kérik, gyanú esetén az ügyfelek tájékozódjanak a posta.hu oldalon. Hajnali fél ötkor indult el a 2020-as Extrém Burgenland mezőnye. A fertőtó kerülő esemény már 9. alkalommal hívták életre. A rendezvény népszerűsége idén is töretlen, sok futó és túrázó döntött úgy, hogy próbára teszi magát a különböző távokon. Idén is több mint 6000 ember indult el az Extrém Burgenland teljesítménytúrán. 2020-ban is 3 távból választhattak a résztvevők. A teljes kör 120 kilométerére Oggauban indultak hajnalban a túrázók és futók. Egy nagyobb csoport 80 kilométert vállalt, ők hegykörről indultak kora reggel. László Majorban az utolsó magyarországi frissítőponton étellel és itallal várta a több ezres tömeget a Fertőhanság Nemzeti Park. Örülünk ennek a rendezvénynek, mert örülünk, hogy nagy érdeklődésre tart számot, tehát igen, 6000 és 7000 között volt a jelentkezők száma. Annak is örülünk, hogy ez éppen ebben az időszakban zajlik a területünkön, tehát télen, a természetnek egy nyugalmi állapotában, tehát különösebb zavarást és kár eseményt egyáltalán nem jelent ez a területre és a Nemzeti Parkra, és annak is örülünk, hogyha résztvevők tudatosan vagy tudatosítják magukban, hogy ez természetvédelmi terület mentén, illetve részben azon keresztül zajlik ez a program. A túrázók és futók motivációja egyénenként más és más, a cél azonban mindenkinél ugyanaz, teljesíteni az előre eltervezett útvonalat. Amatőr ultrafutó vagyok, és igazából azért csinálom, mert szeretem, és az ember elkezdi egy félmaratonnal, aztán maratonhoz is kedvet kap, és aztán rájön, hogy már edzeni kéne ahhoz, hogy gyorsabb legyen, és ezért inkább hosszabb távok után néz, mert azt lassan is lehet csinálni. És így jutottam el végül ide tavaly, hogy körbefutottam a fertőt, körbe szenvedtem inkább, mert az emberek azt hiszik, hogy ez olyan könnyű dolog, hogy teszi a jobb lábat a bal után és fordítva, de azért, hogy mondjam, ez lelkileg egy óriási kihívás, hogy az ember
tizenpár órán keresztül tudja ugyanazt a monoton tevékenységet vinni. A több ezer indulót a teljes kör rajthelyén Oggauban várják majd a szervezők. Várhatóan pénteken késő délutántól egészen szombat reggelig folyamatosan fognak érkezni a megfáradt futók és túrázók. Hétvégén folytatódnak az élvonalbeli kosárlabda küzdelmek. A Sopron Basket szombaton Szekszárdra látogat, míg a Sopron KC Zalaegerszegre. Múlt héten hazai diadallal örvendeztette meg publikumát a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Ezúttal idegenben lépnek pályára Kostas Levarakis tanítványai az ETE otthonában. Nem lesz egyszerű találkozó, hiszen az alaiak is a tabella végéről menekülnek, csupán két helyen állnak a soproniak előtt. A labda vasárnap 18 órakor indul útjára. A hétközi Euroliga siker is erőt adhat a Sopron Basketnek a KSC Szekszárd elleni bajnoki mérkőzésen. A listavezető soproniaknak nem lesz egyszerű feladatuk, hiszen a Szekszárd a negyedik pozíciót foglalja el a bajnoki rangsorban. A kezdő sípszó szombaton 18 órakor hangzik el. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Úrik Judit, a Soproni TIT ügyvezetője. Utána Életmód című magazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton megnövekszik a felhőzet, a késő délutáni óráktól helyenként kisebb eső, ónos eső is kialakulhat. Délután 7 fokot is mérhetünk.